Sziasztok! Na itt van az új amnézia, meg elővettem az új kamerát, hogy jobb legyen a feeling, meg minden. Aztán meg... Ez mi volt? Várjatok! Megnézem. Istenem! Amúgy néha szoktam hallani ilyen hangokat. Igen. Jaj. Bocsi. Nincsen ki. Ezt remélem ti is hallottátok. Az ajtó. Azt a kurva. Várjatok, ezt vissza kell néznem. Megpróbáltam kicsit lenyugodni. Ez mi a faszom? Tincsicsinki. Senki nincs itt. Az előbb valamiért lemerült a kamera. Pedig teljesen fel volt töltve. Szerencsé, hogy van másik aksi. Viszont olyan 5 percen nincs semmilyen aktivitás. Ez mi a fasz volt? Jézus Mária. Úristen.
Esküszöm nektek, hogy ez nem volt be. Ez nem így nézett ki. Ha ki is lenne nyitva, akkor is. Bátorságot kell vennem magamon, és megpróbálni vele kapcsolatot teremteni, mert lehet, hogy... Na, eléggé parázok. Szóval lehet, hogy csak így akar a kapcsolatba lépni velem, nem lehet tudni a szándékukat. Ha van itt valaki, akkor adjon valami jelet. Az egy koppanás az igen, a kettő a nem. Egyedül vagy? Segítséget szeretnél? Fiú vagy? Most elszámolok 3-ig. A 3 után szeretném, hogy kopogj. 1, 2, 3. Húsz év fölötti vagy? Harminc év fölötti vagy? Tudod mit? Leülök ide melléd, ebbe a székbe.
Ott a másik szék. Ne haragudj, hogy nem nagyon beszélek, de eléggé megijeszt ez. Ez az én házam! Ez az én házam, nem engedem, hogy itt legyél. Nem engedem, hogy itt legyél. Ez az én házam. Nem tűröm el, hogy itt legyél. Ez az én házam, és nem a tied. Na. Fú, hát én nem is tudom, hogy ezt megosztam be ezeket a dolgokat. Elég hülyének fogtok nézni, de ha mégis megtenném, akkor csak így végszóként szeretném mondani, hogy most már minden rendben van. Több napja semmilyen dolog nincsen. Nyugodtan tudok aludni, hál' Istennek. Úgyhogy ennyi volt. Az kész. Mi volt már megint?